Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Folytatom tovább az előző videót a második résszel, méghozzá abban a témakörben, hogy hogy beszél a narcisztikus párod az exéről vagy az exeiről, akkor, amikor túljutottatok az elcsábítási időszakon, túljutottatok a közös szerelembombázáson, az aranykorszakon. Tehát amikor a narcisztikus párod úgy látja, hogy téged jó eredménnyel behálózott, bevonta a narcisztikus forrásai közé, és viszonylag stabil a kapcsolatotok, akkor egy idő után észre fogod venni, hogy már nem felelsz meg neki, mindenbe beleköt, a kálkán is csomót talált, eleszel a világ legrosszabb embere, és egészen másképp fog beszélni az exéről akkor is, amikor téged elkezd leértékelni, és egészen másképp beszélt akkor is, amikor még csak ismerkedtetek, illetve amikor még csak a szerelembombázásnak az idején jártatok. Tehát akkor, amikor a szerelembombázás megtörtént, stabil kapcsolatban vagytok, vagy legalábbis látszatra stabil kapcsolatban vagytok, akkor úgy tűnik, hogy egy ideig nem fog beszélni az exéről. Ez alól akkor lesz kivétel, hogyha van valami közös ügyük, például van közös gyerekük, közös vagyonuk, vagy valamilyen szerződés, vállás, láthatás, tehát valami, amit közösen kell elintézni az exével, akkor biztos, hogy beszélni fog róla, és mindig a legrosszabb színbe fogja feltüntetni, és azt akarja ezzel kivívni nálad a dolgokat, hogy belőled újabb és újabb üzemanyag ellátást sajtoljon ki, újabb energiát adj neki, hogy legyél az exére dühös, haragos, felháborodott, a narcisztikussal pedig együttérző, sajnálgasd, segíts, támogasd pénzzel, idővel, erővel, minél többet foglalkozzál vele, te legyél a szuper új anyuka, aki nagyon jól ellátja a narcisztikusnak a gyerekét, aki mindenbe tökéletesen jár el, hogy a narcisztikus tudja a babérokat learatni, tudjon eredményeket felmutatni mondjuk egy vállópernél a bíróság előtt. Tehát te veled végezteti el azokat a dolgokat, azokat a feladatokat, munkákat, amiket neki kellene ahhoz, hogy ő jó színbe tűnhessen fel, akár a bíróság, akár egy szerződéskötés, vagy bárminek az elrendezésénél. Tehát amikor már benne vagytok ebben a stabil kapcsolatban, és van közös ügye a volt exével, akkor minden nap, szinte mindennapos téma lesz attól függően, hogy milyen eredményeket ért el a narcisztikus, illetve hogy mit kellett neki elintézni, vagy mibe volt bevonva. Ilyenkor te azt fogod érezni, hogy óriási nagy a harc te közted és az exe között, mert mind a ketten bizonyítani akarjátok, hogy melyik őtök a jobb, melyik kötőket érdemelné meg a legjobban a narcisztikus, tehát az exe is azt akarja bizonyítani, hogy ő volt a jó feleség, ő a jó anya, ő volt a jó háziasszony, te szintén ugyanezt akarod bizonyítani a magad oldaláról, és ez rendkívül nagy energiaforrással bír a narcisztikus számára, mert gyakran tapasztalja azt, hogy az exe is, te is hol örültök, hol vidámak vagytok, hol haragosak vagytok, dühösek vagytok, ellenszenvesek vagytok egymásnak, és ebből ő energiaellátást nyer a maga részére. Abban az esetben, amikor már abban a kapcsolati fázisban juttok, hogy elkezdődik a leértékelésen, akkor azt fogod észrevenni, hogy a narcisztikusnak az exe vagy az exei fehérre lesznek festve. Megszűnnek a rágalmazások, el lesz minden rossz felejtve, és a narcisztikus mindig össze fog hasonlítani tégedet ővele, és mindig az fog kisülni a dologból, hogy te sokkal rosszabb vagy, mint amilyen az exe volt. És olyan dolgokat fog neked mondani, illetve olyan dolgokat fog neked bizonyítani, hogy ő volt az egyetlen, aki megértette, ő volt az, aki jól tudott vele bánni, bárcsak most is vele lenne, te nem vagy megértő, nem is tudja, hogy egyáltalán miért kezdett veled kapcsolatot, vagy miért házasodtatok össze, te nem az vagy, akinek elképzelt, nem az vagy, aki,
akinek kiadtad magadat, és olyan dolgokkal fog vádolni, ami igazából nem is rád jellemző, hanem a narcisztikus önmagáról fogja kivetíteni rád a negatív tulajdonságait. Fog olyat mondani, hogy a volt barátja, barátnője, felesége, szeretője, az egy szexista nő volt, de te pedig állandóan fáradt, vagy ilyen, vagy olyan vagy, ellentmondasz neki, tehát te nem felelsz meg az ő igényeinek. Aztán azt fogja mondani az exéről, hogy ő volt az ő anyukája, te egy gonosz mostoha vagy, te nem tudsz a gyerekekkel bánni, bezzeg, ő tudta, hogy mikor mit kell velük csinálni, észrevette a betegek, jól tudta őket nevelni, te pedig nem tudsz semmit. Aztán azt is mondja, hogy a volt exe egy csodálatos háziasszony volt, nála mindig ragyogott a ház, mindig volt tiszta ruha, tiszták voltak az edények, nagyon finom volt az étel, amit készített, és te pedig egy lusta dög vagy, szanaszét van a házban minden, pocséka, hogy főzöl, semmiben nem tudsz rendet tartani, tehát elkezd összehasonlítani téged és az exét, és téged fog bemocskolni ahhoz, hogy az exét mindig tisztának tudja eléd rakni. Aztán azt is fogja mondani, hogy az ex az mindig jól nézett ki, te slampos vagy, ápolatlan vagy, bezzeg az, mindig csinos volt, egészséges életmódot folytatott, sportolt, adott magára, fodrászhoz, kozmetikushoz járt, bezzeg te, hogy nézel ki, de azt nem teszi hozzá, hogy esetleg ő nem engedel téged fodrászhoz, kozmetikushoz, vagy nem ad pénzt, vagy mindenből kiszámolja, hogy mennyit költhetsz, vagy egyáltalán nem is enged el otthonról, tehát ezeket már nem teszi hozzá. Azt is fogja mondani, hogy bezzeg az exe, az keményen dolgozott, rengeteg pénzt keresett, megkímélte a nárcit, nem kellett a nárcinak dolgozni, eltartotta, te neked pedig szar az állásod, kevés a pénzed, neki is dolgozni kell, milyen dolog ez, hogy te nem tudod őt eltartani, nem tudod őt mindennel elhalmozni, nem adod neki mindenből a legjobbat, bezzeg az exe, az mindent megtett érte. Ha te ilyenkor rápirítol, és elmondod neki, hogy, vagy felemlegeted, hogy mit mondott az exéről, milyen pocsékságokat, ocsmány dolgokat, fekete dolgokat mondott róla, akkor azt fogja mondani, hogy te nem vagy normális, ő ilyet nem mondott, biztos a féltékenység, ő beszél belőled, egy igazi szörny vagy, szörnyen viselkedel, hazudozol, rossz akaratú vagy, bosszút akarsz rajta állni, megzavarodtál, és ő mindenképpen vissza akar menni az exéhez, mert veled már nem tud mit kezdeni, mert te egy lehetetlen valaki vagy. És állandóan azt emlegeti, hogy beszélt a volt exével, hogy találkoznak is, hogy ebből értsél, hogy a te hátad mögött ők újra kapcsolatot folytatnak, vagy sűrűn találkoznak, és ellened szövetkeznek. Ebben a szakaszban, amikor téged leértékel, és az exét kifehéríti, kilugozza, hogy milyen szép és tiszta és jó volt a kapcsolatuk, ebben a szakaszban te azt fogod érezni, hogy bármit teszel, semmi nem jó, akárhogy igyekszel, nem fog megfelelni a nárcinak, hogy mindig emeli a mércéjét, és amikor valamit elérsz, akkor még többet fog tőled követelni, de soha semmi nem lesz elég, és hogy amit ő akar véghez vinni, az véghez is fogja vinni, és azt mondja a narcisztikus, te nálad ilyenkor te vagy a rossz, az ex a jó, és amikor találkozik az volt partnerével, akkor azt fogja mondani, hogy te vagy a rossz, te csaltad meg, te vagy a hűtlen, te vagy a szörnyű, te előled akar menekülni, és elkezdi a volt partnerét, az exét visszaszippantani, visszaporszívózni, és ő nála pedig tégedet fog bemocskolni. Tehát egy óriási technikája van a narcisztikusnak arra, hogy amikor kapcsolatba kerül veled és lábban bingol, akkor az exe lesz a fekete, amikor téged leértékel, akkor te leszel a fekete, az exét kezdi fehérre mosni, és az exe előtt pedig azt fogja mondani, hogy te milyen rossz vagy, és ő milyen jó. Tehát borzasztóan élvezi a háromszögezést, nagyon szereti, amikor több embert is be tud vonni ebbe a bonyolult, nagyon sötét manipulációba, ebbe a működésmódba, és mindig úgy alakítja, hogy mindig ő kerüljön ki tisztán. Tehát őre ne lehessen rámondani azt, hogy, vagy bizonyítani azt, hogy ő
mit mondott neked, az sem, hogy mit mondott az exének, kit hogy mocskolt be, ki előtt és miért, tehát úgy tudja forgatni a malomgereket, hogy abból mindig neki legyen jó, aki pedig a malomgerekek között őlődik, az valószínűleg érzelmileg, fizikailag, lelkileg tönkre fog menni, fel fog morzsolódni. Gondolom, hogy érthető, amit mondtam, és a két videó együtt hallgatva világossá teszi azt, hogy miért beszél a narcisztikus az exéről, illetve hogy milyen kapcsolati fázisban, hogyan beszél az exéről, illetve hogyan beszél rólad az exének. Szeretettel hívlak a Nelklub tagságra, ahol jelen pillanatban már 12 videó van feltéve. A 12 videónak a témája a narcisztikusok titkos világa, a csábítás birodalmában a leértékelés poklában, mikor vagy jó és mikor vagy rossz a fekete-fehér gondolkozásról, a félelemkeltésről, mi volt ez drágám, amikor mindig bizonytalanságba tartja narcisztikus a partnerét, tehát egy ilyen gázlángozási technikát alkalmaz. Aztán a látom fáradt vagy, amikor nem engedi, hogy pihenj, amikor állandóan azt akarja elérni, hogy állandóan körülötte ugrálj, és soha ne tedd azt, amit te szeretnél. Aztán van egy 4 részes sorozat, hogy mi történik a kapcsolat megszakítása után. Itt elmondom, a kispályás, középpályás, nagypályás narcisztikusok mit tesznek, amikor megszakítjátok a kapcsolatot, illetve mi történik akkor, hogyha ő dob el, és mi történik akkor, hogyha te hagytad ott. A következő videó címe az, hogy hogy próbáljad tönkretenni az új kapcsolatodat a náci exed. Ez arról szól, hogy amikor te kialakítottál egy új kapcsolatot, végre megnyugodtál, úgy gondolod, hogy rétbe értél, akkor hogy kezd el téged a náci exed manipulálni, és miért teszi azt, amit tesz. Aztán van egy olyan videóm, hogy hogy vadászta le a nárci az empatikus áldozatokat. Itt is elmondom, hogy a kispályás, középpályás, nagypályás nárci hogy szerzi be az áldozatokat, illetve, hogy az empatáknak, tehát az empatikus áldozatoknak milyen tulajdonságai alapján gyűjtik össze a narcisztikusok az áldozatukat. És a 12. videó pedig narcisztikus törvények, ami elmondja, hogy ő szerinte hogy kell működni a világnak, és hogy kell működni neked. Nagyon örülnék, ha minél többen feliratkoznátok a csatornatagságra, és aki szeretné mind az összes videót meghallgatni, akkor az megteheti egy magasabb szintű csatornatagságnak a váltásával, ami havidíjas, tehát egy hónapon keresztül bármennyi alkalommal tudod meghallgatni a kijelölt videókat, illetve amit erre a csatornatagságra felteszek. Köszönöm, hogy velem voltál, hogy meghallgattál. Ha tetszett ez a videó, kérlek lájkold, iratkozz fel a csatornámra. Örülök, hogy egyre jobban bővül a létszámunk. Megnéztem a statisztikába, főleg a 25 és 65 év közöttiek azok, akiket nagyon-nagyon érint a narcizmusnak a témaköre, illetve a bántalmazás. És azt is megalapítottam, hogy legjobban azok térnek vissza a videóimhoz, akik már túl vannak a gyereknevelésen, túl vannak a közvetlen kapcsolatok kialakításán, és ott tartanak, hogy bizony-bizony rájönnek arra, hogy tönkrement a kapcsolatuk, hogy bántalmazó kapcsolatban voltak, és szeretnének kiutat ebből, szeretnének egy boldogabb életet élni, és nagy örömmel látom, hogy azok, akik tehát a középkortól egy kicsit idősebbek, ők sem adják fel a reményt, hanem kitartóak benne, és szeretnének megoldásokat találni, információkhoz jutni arra, hogy hogyan tudnak megoldani a narcisztikusokkal való bántalmazó kapcsolatukat, illetve hogy kezdhetnének új életet, és hogy találhatnának rá a nekik legmegfelelőbb új partnerre. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egy nagyon széles skálán mozog a videóimnak a megtekintése, és azt is láttam, hogy főleg a nők nézik a videókat.
Vannak köztünk, hál' Istennek, férfiak is, van olyan is, aki narcisztikus, van olyan is, aki bántalmazó kapcsolatban van, tehát a nő a bántalmazó fél. Szeretettel köszöntöm és üdvözlöm őket is. Örülök, hogy ha ritkán, de ők is hozzászólnak. Látom, hogy a nők ti jobban hozzászóltok, és elmondjátok a véleményeteket, illetve tesztek fel kérdéseket is. Tehát, hogyha hasznos volt neked ez a videó, akár férfi legyél, akár nő, akár fiatal, akár középkorú vagy idősebb, akkor kérlek, hogy lájkold ezt a videót, oszd meg, ha nem tetted még meg, iratkozz fel a csatornámra, és várlak vissza a többi videómra is, illetve a nárkotagságra is. Szia, legyen szép napot!